Ez Budapest. Ugye, hogy milyen furcsa, fellefelé meg sem ismered. Gondolom kevés nézőnek kell bemutatnom Budapest határvonalának alakját. Itt megy a vonal, itt jobbra fordul, itt balra. A jellegzetes körvonal 1950 óta ismert. Ekkor határozták meg Nagy Budapest új határait. Mintha most rendeznének egy Trianon 2-t egy lekicsinyített Nagy Magyarországgal. Tehát 1950-ben vált Budapest részévé többek közt Csepel és Rákospalota is. Meg ez... ami amúgy egy fullos város lehetne így külön a hegyekben, de már Budapest. Kirándulnál a természetben, távol a várostól? Budapest! Eveznél egyet a Duna csendes mellékágán? Budapest! Járnád az Alföld végtelen mezeit? Budapest! Túráznál egy nagyot a sűrű és kalandos erdőben? Budapest! Megmásznál egy vulkánt, ahonnan belátni az egész város? Na, nem, ez nem Budapest, hanem a Fuji Japánban. Budapest! A várost jelenleg 23 kerület alkotja. Mindegyiknek van címere és zászlaja. Ezek közül többet is leszerettek volna cserélni 2015-ben. Elvégre a címer reprezentálja a kerületet, amelynek a jelképe kíván lenni. De a módosító javaslatot végül leszavazták. A mai Budapest határainak bővítése, új Budapest megállapítása abszolút indokolatlan lenne. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy mivel nem vagyok urbanisztikai szakértő, jelentsen ez bármit is, fogalmam sincs, egyáltalán mikor lenne indokolt. Annyit viszont meg tudok tenni, hogy bemutatom, mi lenne, ha a teljes fővárosi agglomeráció Budapesttel és az elővárosokkal együtt egy város lenne. Kezdjük ott, hogy Budapest mértani közepe automatikusan átkerülne nagyjából úgy ide. Pestújhelyre. Ez még mindig egy barátságosabb környék, mint ahol most van. Hát ez csodálatos. Állítólag 15 évvel ezelőtt is így, pontosan ugyanígy rohadt a vakolat. A városhatárok kitolásának pillanatában Budapest lakossága 755 ezer fővel megemelkedne. Így ez lenne az unió negyedik legnépesebb és egyben a világ 21. legnagyobb városa, 3000 négyzetkilométeres területével és több mint 2,5 millió lakójával. Ugyanakkor Budapest új határainak elfogadása lenne az a pillanat, mikor rájövünk, hogy mekkora hülyeség ez az egész. Hegységeket és komplett városokat csatolunk hozzá Budapesthez, de mindegy, ha már elkezdtük, fejezzük is be, már csak azért is, mert ha Moszkvának meg Tokiónak szabad, akkor mi miért ne csinálhatnánk ilyet? Az új magyar fővárosnak nyilván szüksége lenne egy új, kifejezőbb címerre. A jelenlegi a két alkotóvárost, Budát és Pestet jelképezi, de most, hogy 6 új szektor városainak egyvelege alkotja az új fővárost, ezt mind meg kell jeleníteni. Csináljuk azt, hogy mindegyik címerét bezsúfoljuk egy címerbe. Hát ez egy gyönyörű! Lehet, hogy nem tudtok róla, de a címeren kívül Budapestnek van egy hivatalos turisztikai logója is. Ezt láthatjátok például a buszokon, metrókon vagy épp a villamoson. Illetve látnátok, ha járna. De mivel műszaki hiba miatt most itt nem közlekedik, hiába várom, nem jön, nem is fogok látni. Ezzel egyébként pár évvel ezelőtt újítottak be, 2016 előtt ez volt, ami szerintem sokkal kifejezőbb, de legalább matricázhatták újra az összes tömegközlekedési járművet. De vajon melyik oligarha nevén lehet a matrica előállító cég? Az új zászlóval sokat nem kellene tökölni, elég lesz kicserélni a címer közepét, az jó van. Érdekesség, hogy 2011-ben, 20 év után lecserélték azt a dizájnt, ami azon kívül, hogy a román zászló színeit vonultatta fel, még ráadásul baromi ronda is volt. Az új zászlót a heraldika nagymestere, a híres grafikus és a legendás kulcsok őrzője, a profi látnok, Tarlós István tervezte. Ezt viszont a honvédség magasrangú képviselői kifogásolták, de túlságosan fantáziátlan volt. Értsd, kopizták a magyar hadizászlót, úgyhogy egy hónap után megint cserélni kellett. A 24 képviselő közül 3-an szavaztak nemmel. Szerintem egyel több háromszög kellett volna rá. Szavazok! A csere mindösszesen 10 millió forintba került, ami a város költségvetését ismerve egy elég csekély összeg. Tehát kiváló olcsó néphergelési eszköz faragható belőle. Mondjuk, ha az alapját átvessük narancssárgára vagy épp szivárvány színűre. Most nem ötleteket adok, csak mondom, hogy mire készüljetek. Azt látjuk, hogy a város arculata elég friss, így indokolatlan lenne ezek módosítása. De ha már új Budapest, valami új dolog csak kéne. Mit szólnátok egy híthoz? A képen az új Duna híd látható, mely megváltóként szállott alá a mennyek országába, hiszen ha megépül, nagyban hozzájárul majd a belvárost rohasztó autóforgalom csökkentéséhez. Én mikor először megláttam, az jutott eszembe, hogy... Feszítsd, more, feszítsd! Húzom, én húzom, de nem tudom, eddig bírom még. Az új hídhoz új körút is társul. A híddal és körúttal jelentősen csökkenne a belvárost terhelő forgalom, és a területet beterítő halálos szállópor koncentrációja is. Az megvan, hogy a Budapesten élők 3 évvel korábban halnak meg a smog miatt, mint az, aki vidéken él. Tehát ha szereted a videóimat, ne autózz át a városra, hanem parkolj le a szélén, és használd a tömegközlekedést. Feltéve, ha nem szeretnéd, hogy 3 évvel korábban legyen vég a Technoscope YouTube csatornának. Amit amúgy, ha gondolod, támogatod.
támogathatsz a csatlakozás gombra kattintva. A kattintás pillanatában hozzáférhettek az extra videókhoz, amikben szó esik a korábbi videók témáival kapcsolatos érdekességekről, továbbá megválaszolom a kérdéseiteket és bemutatom, hogyan készülnek a videók. Az autók terelése csak részben megoldás. A tisztább, pontosabban kevésbé halálos levegő elérésének érdekében csökkenteni kell az autókat használó emberek számát. Igazából úgy értettem, hogy az autós forgalom csökkentésével párhuzamosan kell fejleszteni a közösségi közlekedést. Ezért viszont felvehetnénk, hogy vannak ilyen nosztalgia járatok. Ez nem nosztalgia, ez normál, ezek mennek. Micsoda? Ezek még járnak. A budapesti tömegközlekedés is próbálkozik több-kevesebb sikerrel. A Rigó egy modern automata jegyrendszer lett volna, amit el is kezdtek kiépíteni, csak aztán valaki rákötött egy porciót a fővárosi kincstárra, és ettől teljesen függetlenül valamiért eltűnt a píz. A csipkártyás rendszer kényelmesebb lesz az utasok számára. Nem lett belőle semmi. 2017-ben fejeződik be a komplett beruházás. Nem fejeződött be, és még tovább csúszik a bevezetése. Most 2022 van, tarlós fiatalodott alsó hangon 50 évet minimum, és mintha végre történne valami, mintha célba talált volna az erre szánt pénz, mert hogy egy év fejlesztés után megjelent a Budapest Go. Ez a BKK futár újra gondolt és továbbfejlesztett verziója, amiben az utazás tervezés mellett integrálták a jegyvásárlást is. Még nem nagyon próbálgattam, de első ránézésre elég király. Aztán lehet, hogy még fel fogom b***ni rajta magam egy hónap múlva, de majd tesztelgetem. Ha van a városban egy jó, közlekedés segítő alkalmazás, azzal már is lehet ösztönözni a belvároson keresztülhajtó, átutazó autósokat arra, hogy használják a tömegközlekedést ahelyett, hogy a vidéken kifizetett benzint a város kellős közepén füstölik el egy dugóban. Így megkeserítve és megrövidítve az ott élő, tanuló és dolgozó polgártársak életét. Látod, Puffy? Milyen jó, hogy nincs tüdőd. Jaj, meg beleid. Innovatív épületekkel is bővül a város. Ott van például a Liget projekt a modern épületekkel, de nem a kivágott fák helyére épülő, befüvesített mélygarázsokkal, vagy ide lehetne sorolni a Magyar Innováció házát, ami külön dicséretet érdemel, hogy képes megépülni a letisztult, rideg és lélektelen épület dizájnok korszakában. Vagy a Magyar Zeneháza, amit a tripofóbiások biztosan imádni fognak. A Liget honlapján mindegyik új épület van egy kép egy olyan galériában, ami mindig visszaugrik a képek elejére, és ez olyan, mintha végtelen új épületet terveznének a Ligetbe. Ezeket mind megépítik. Van még ilyen, hogy Szingapúrt kopizó biodóm, amit Szingapúrban még megértek, hiszen a világ egyik leggazdagabb államáról van szó. De idehaza két telehúgyazott utca közé. Vagy hogy? De tényleg ilyen látványprojektek között fel sem tűnne a kutyapárt vezetője által beígért szobor, ami amellett, hogy őt ábrázolná, még világrekordot is döntene. Ez nem lenne sokkal magasabb a Gellért egy tetejére épített új zászlórúdnál. Az pedig, hogy milyen épületekkel bővítjük a történelmi városunkat, megosztó kérdés. Mindenkinél máshol van a határ. Nekem például a Calvin téri üvegfalak bejönnek, de a halászbástya és a Mátyás templom közé épített GDP pumpa már annyira nem. Ugyanakkor ez a fantázia szegény hotel sem épp az ízlésem, viszont a szobákból való kilátás annál inkább. Sőt, még azt is megmerném kockáztatni, hogy ez a kedvenc látképem a fővárosban. A minimalista híd ezzel a zöld sziklaszirtel mindezt a belváros kellős közepén egyszerűen csodálatos. De ha már így is úgyis a befektetők szempontjait helyezzük a többségben lévő városlakók szempontjai elé, akkor legalább egy javaslatot hallgassatok meg tőlem, a szegényebb fél képviselőjétől. A modern, organikus és látnoki pontossággal megtervezett műalkotások a fenntarthatóság jegyében épüljenek esővíz újrahasznosító és természetes hűtő-fűtő rendszerekkel, ugyanakkor szervesen kapcsolódjanak a műemléképületek és gagyi tölteléképületek kavalkádjához. Az unalmas, monoton és átgondolatlan struktúrákat meg hagyjuk meg a kínai kommunista pártnak. Még akkor is, hogyha az ő nevükhöz fűződik a világ legfenntarthatóbb, legkörnyezetbarátabb és legmodernebb felhőkarcolója, ami nem mellesleg a második legmagasabb a világon. Köszönöm a figyelmet. Szóval összegezzünk. Ameddig a parkolásból befolyó pénzeket lopják és mentik az országból kifelé, addig mi a belvárosban szarba lépünk és megfulladunk, miközben a smogtól nem látjuk nemzetünk büszkeségét, a szarra állványozott láncidat. Most, hogy többé-kevésbé tisztában vagyunk, milyen fejlesztések vannak tervben, vegyük sorra, milyen fejlesztések kellenének még. A Technoscope International Intergalactic Super Corporation nevében a következő városfejlesztéseket és bővítéseket javaslom, a már eddig felsoroltakon túl. Hát a városházát semmiképpen sem kell bővíteni, olyan b***ot túl hatalmas, az egyik végéből el sem látsz a másik végéig. Bár inkább nem ítélkezem, biztos van oka annak, hogy ilyen hatalmas. Elvégre tudtommal elég sok hely kell a pénzszámoláshoz,
légtisztító, smogtalanító gépekhez, meg a bazi nagy bitcoin minerekhez. A városhoz való általános közhozzáállást az alábbi pontok alapján fejleszteni. Szemetet a szemetesbe, azért az a neve, hogy szemetes. Egy 5 személyes autóban ne egyedül ülj, a vezetési morálon is lehetne mit javítani. Ha egy gyalogos elüt, nem halsz meg. Ha egy babakocsis elüt, nem halsz meg. Ha egy rolleres üt el, nem halsz meg. Egy biciklis elüt, nem halsz meg. Viszont ha egy néhány tonnás autó üt el, könnyen meghalsz. Szóval vezess felelősséggel. Jézus Mária, mi van itt? Én a GTA-ban nem merek ilyesmit csinálni, pedig néha elég merészen nyomom. Miért? Most mutasd meg azt a pontot, amiben ezt tiltja a Kressz. Most már tudjuk, mi vár ránk a jövő fővárosában. Már csak egy dolog van hátra, hogy megtanuljuk, hogyan kell lopásból visszamaradt pénzből járdát építeni úgy, hogy az tényleg ott legyen, ahol annak lennie kéne. Így a videó végén az új Dunahídra visszatérve komment háborúra hívlak benneteket, hiszen az építmény neve még kérdéses, és bárki küldhet be ötleteket, pályázatokat. Mielőtt vadul elkezdenétek kommentelni a névjavaslataitokat, hadd mondjak valamit. Tudom, hogy Magyarországon nagy hagyománya van annak, hogy nagy emberek neveivel ruházzuk fel az utcákat, köztereket, vagy épp a hidakat. Ez a hozzáállás azonban egy idő után elég unalmassá válik, és mikor egy-egy ilyen közterület nevét rövidítve mondjuk ki, az elég megalázó lehet, legalábbis a névadó szemében. Például mikor a Deák Ferenc teret Deáknak rövidítjük. Találkozunk a Deákon. Aztok mit szólt bajszal a Deák, mi? Szomorú nagyon, csak nem látod a bajszától. Éppen ezért azt javaslom, hogy a személyneveken túl írjatok kitalált neveket, szavakat, szóösszetételeket, akár egész mondatokat a komment szekcióba. Megadom a kezdőlökést és bekommentelem, hogy kicseszett nagy húzalos, magyarszerű pilon parádé. Röviden csak a húzalos. Na itt szóltok, jó, legyen ez, lájkoljátok, nem tudom, lájkoljátok videót, lájkoljátok, feliratkoztok, lesztek csatornatagok, mit tudom én. Egyébként csak megjegyzem, hogy van egy nagyon béna gameplay csatornám, itt az e-havi montás belőle.